Üdvözlök mindenkit, Miklós vagyok, és beszeretném nektek mutatni a Papers, Please nevű játékot. Amint láthatjátok, nem sok választási lehetőségünk van arra, hogy mit szeretnénk játszani. Van egy story módja, amit rögtön is kezdek, illetve egy endless, amihez teljesítenünk kell a story módot, hogy végtelenségig játszhassunk. Ami nem végtelenségig megy, de egy bizonyos ideig. Az endlessbe különböző játékmódok vannak, de most kezdjünk bele a storyba. Kezdjünk el egy új játékot. Nekem nagyon tetszik ez a kis bevezetés, hogy valójában hogyan is kerülünk mi oda a határátkelő helyre. Gratulálunk! Az októberi lottó sorsoláson a maga nevét húztuk ki, és ezért azonnali hatállyal áthelyezzük magát és kedves családját a Gresztini határátkelő helyre. Egy ilyen kis hotelbe, tömbházba, nem tudom. Albérletbe. És én Astrocka. Ez a városunknak a neve, ahol mi vagyunk. El tudjuk olvasni az újságot, mi van benne, hogy 6 év után végre megnyitják a határátkelőhely Gresztinen. És igen, itt vagyunk mi, itt a mi kis határátkelőhelyünk, a kis bódénk, illetve itt a sor, aki át akar jönni Astrackába. Van egy őrünk is, megnyitjuk. Illetve a minisztériumtól mindig kapunk egy kis tájékoztatót, hogy üdvözlünk az új pozíciódba itt a Gresztinen. Belépőjegy kell. És csak asztrockai lakosok jöhetnek be. Na. A játékról magáról annyit, hogy itt a szabálykönyv, erről mindent meg lehet találni. Itt vannak az alapvető szabályok, tehát itt láthatjuk, hogy kell útlevél, illetve csak asztrockaiak jöhetnek be. Itt a térkép, itt meg tudjuk nézni, itt régiókra le van bontva, hogy Kolecsia országnak hát ez a három városa van, és hogyha az útlevélen nem stimmel valami, akkor hát ezt jelezni kell, illetve ez a Bodé info, itt leír mindent, hogy mi, hogy mennyit, merre, illetve lehet fejleszteni a bódénkat, ami tök jó, mert megkönnyíti a bélyegzést, vagy esetleg bármi egyebet. Ez itt az audio transcript, ez azt jelenti, hogy aki bejön, mondjuk köszön, akkor azt itt megjeleníti, a válaszomat megjeleníti, mindent megjelenít, hogyha mondjuk nem láttuk volna, hogy mit mondott, mert éppen az útlevelét, meg minden mást csekkolunk le. Itt látható a kilogramm, itt a súlya az emberkének, illetve hátul 1-től 1,9-ig a magassága. Itt a dátum, lent bal alsó sarokba, ennyi van most, 82.11. hó 23-a, egy hónap múlva karácsony. És itt az idő egy körbefordulásnyi időm van arra, hogy sok embert átengedjek és vagy elutasítsak. Szóval kb. Ennyi lenne maga a játék, de majd menet közben úgyis látni fogjátok. Itt a munkaeszközöm, elutasít, átenged. Na, szólítsuk be az első vendégünket. Jó napot, hölgyem. Kérném, Astrockából jött. Meg lehet különböztetni a paszport alapján, akinek egy ilyen sas, vagy nem is tudom milyen van az. Tehát az astrockai, és ilyen, hogy mondjam, ilyen sötét zöld, de szürkés. Hát ez látszik, hogy ez nem olyan, ez inkább barna, de nem is ugye nem is engedhetem át. És mindig szólítani kell a következőt, majd a későbbiek során, ahogy fejlesztjük a, ez se asztrockai, fejlesztjük a bódénkat, úgy gombokkal tudjuk kinyitni mondjuk ezt, és akkor megkönnyíti a dolgunkat azzal, hogy nem kell mindig oda kattintani, hanem csak megnyomjuk a gombot, és már pecsételhetünk is, szóval ezzel meggyorsítja az emberek áthaladását, vagy éppen vissza utasítását a játék. Van ez így. Itt látható még egy ilyen számláló, ez azt jelenti, hogy hány embert fogadtam be eddig a bódénba, utasítottam el, vagy éppen engedtem át. És tényleg ennyi maga a játék, tehát lényeg az, hogy ki kell szűrni azokat, akiknek helytelen a papírjuk, vagy illegálisan akarnak átkelni, de lesznek különböző felkérések, kérések, megvesztegetések is, hogy bizonyos embereket engedjek át, de vagy átengedem, vagy nem, ez attól függ, hogy vagy mit ajánlanak cserébe, vagy pedig, hogy mennyire figyelnek, mivel van egy felvigyázó, aki folyton nézi ezt a határátkelő helyet, és hát figyeli az emberek áthaladását, hogy kiket engedek át, mennyire voltam szabályos, mennyire nem.
Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogyha valamit elrontunk, mondjuk itt van, hogy asztrockaiak csak, és mondjuk beengednék egy nem asztrockai lakost, vagy egy asztrockait elutasítanék, akkor itt jönne a minisztériumtól egy papír, hogy mi volt a probléma, hogy átengedtem, de mondjuk rossz volt a neve, nevébe egy betű, vagy éppen a város nem volt helyes, vagy valami. Na mindegy, nagyjából szerintem ennyit szerettem volna a játékról elmondani. Egész jól haladunk, már 14. ember jön még, szerintem 2 belefér. Annyit még, hogy a teljesítmény alapú a fizetésem. Ami annyit tesz, hogy minden egyes emberért 5 dollárt kapok. Szóval kicsit bele kéne húznom, 16-ot minimum akarom teljesíteni. Na még egy belefér. És most fordul át megint függőleges állásba az óra. Még gyorsan az urat elutasítom. És ennyi, pont végeztünk. Na, első napunk véget is ért. Szerencsére problémamentesen. Itt van, hogy volt egy kis megtakarított pénzem. Ez a savings, a salary az a megkeresett pénzem, a rent az a szállást jelenti, a food a kaját, amivel tudunk vacilálni, hogy most adunk a családnak kaját, vagy nem, illetve a fűtéssel ugyanaz, hogy most fűtünk, nem fűtünk. Itt van a lakosztályunk, lakosztály idézőjelben, 8. osztályú. A feleségem, a fiam, az anyósom, illetve a nagybácsimmal élek együtt. És mint láthatjátok, mindenki okés. Ennek én nagyon örülök, hogyha mondjuk elvenném a fűtést, akkor lehet, hogy megfáznának, és a gyerek beteg lenne. Akkor már nem csak a fűtésre, a kajára, hanem még gyógyszerre is kéne költenem, amit nem szeretnék. Első napunk ezzel véget ért, következik a második, aludjunk és menjünk. Okés. Kicsit megszigorítják a belépést a külföldieknek. Tehát akik nem asztrockaiak, hanem máshonnan jöttek. 24-e van, itt van ez, hogy your boat is inspecting hardware is now installed. Tehát ez a cuccos lett installálva, ami annyit tesz, ezt közben felnyitom, hogy ezzel már ki lehet elnézést, ezzel már ki lehet szűrni az olyan embereket, akiknek valami hibás az útlevelébe vagy valami. Jó, ez még mindig maradt. Lapozzunk. Rules Region, the Postbound Ministry. Okés. Na, kezdjünk bele. Jöjjön az első emberkénk. Mink van itt? Minden dokumentumnak helyesnek kell lennie. Nő 83-15. Oké. Honnan valósi? Importból. Import. Hiham. Okés. Female, 50-es születésű, minden rendben. Én nem látok kivetni valót, köszönöm. Ígyni. Következő. Jó napot, uram. És amint látom, lejárt az igazolványa. Úgyhogy már is. Szóval teszem ezt neki, és utasítom el. Mivel lejárt igazolványa, nem engedhetem át. Tehát így kell kiszűrni azokat, akik vagy önhibájukon kívül, tehát nem figyeltek oda, és így jártak. Import Cukeido. Cukeido az jó. Az is. Én mindent rendbe találok, köszönöm. Így né. A kollegiai lakos, Eastgrestin. Olyan, ha jól tudom, akkor van Astrockába. Eastgrestin. És férfi, és minden okés. Köszönöm szépen. Kérném szépen a következőt. Hú, már fél időn túl vagyunk. Jó napot. És maga nő. Így nem fogom átengedni. Igen. Hát sajnos nem engedhetem át. Jó napot, hölgyem! Asztrockai nő Paradiznából érkezett. Paradizna is rendben van. Asztrockai
Köszönöm szépen. Jó alacsonynak tetszik lenni. Ó, kaptunk egy kis ilyen szexi kártyát, én ezt így hívom, The Pink Wise. Oh my goodness! Majd benézek, cica. Fú, itt az igazi femdomina. 83. Impor. Hoppá! Határátkelés van folyamatban, illetve nem átkelés, átszökés. Aminek én nagyon nem örülök. Ha az őr lelőni, ennek örülnék. Jó, de megijedtem, amikor megszólaltak a riasztók. Vagy a szirénák. Hát... Két halott. Good job. Terrorista támadás volt. Már csak 40 dollár, 6 ember tudtam átengedni. Nem baj, még így is van meg... megtakarított pénzem. 40. A második nap egy terrorista támadással ért véget. Hát kicsit szívrohamot kaptam, de csak egy nagyon picit. Nem baj. Kolecsiai agregátor gyanúsítva. Jó van, úgy tűnik, hogy Kolecsiából származott az az ember, aki az előbb a terrorista támadást elkövette. Több őr, több biztonság. Amint láthatjuk, az őrök már jönnek, már nem csak egy őr van november 25-én, hanem sok. Most már belépési jeggyel, tehát ilyen napi jeggyel lehet bejönni. Verify information before passing entry, visa entering all documents to entrant. Oké, és főnök, entry for non-citizen regulated. Oké. Mindenkinek kell egy olyan jegynek lennie. Hogyha nincsen jegye, akkor ezt itt a szabálykönyvbe, erre a cuccra kattintva, illetve ide. Tehát ennyi. Mivel el tudjuk intézni, ha nem adná oda a jegyét, vagy a paszportot, vagy valamit. Na mindegy. Nézzük. Elkezdődött a nap. Jó napot a hölgynek. Úgy tűnik 11.25. A jegy is jó, a kép is jó. Ó, Skull. Úgy tűnik minden rendben, lepöccsételjük és visszaadunk a vőnek mindent, köszönöm. Szólítom következő emberünket. Azt a mindenit, de szép rózsaszín vagy, tessék, itt van, nem is adta ide a jegyét, és én elkérem tőle szépen. Ó, itt is van a jegye. Jó. 83, férfi, NQ, importból jött, és az is jó. Én megköszönöm nektek, vagyis hát neki, bocsánat. Ígyni. Én leírtam magamnak az országokat egy lapra. És, ó, megint szexi, bár amilyen kéknek tetszik lenni, nem hiszem, hogy be fogok menni önhöz, de azért köszönöm, hogy itt volt. Na, tehát leírtam én az országokat egy papírra és a hozzátartozó városokat, szóval ezzel megkönnyítem, hogy nem folyton a... izét kell néznem. Ez a kép olyan ő? Nem hiszem. Aha, plasztikai műtétje volt. Persze! Na, sici, nem. Kövi. Negyedik, most jön az ötödik emberem. 87 kilóval. Férfi, hú, de ismerős valid. Megvan, az is jó. Merge Rouge. Ops, train. Merge Rouge, az is oké. És szerintem semmi kivetni valót. Én legalábbis nem találtam. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Jó napot, hölgyem! Ha, másik napra szól a jegye, arra azért figyelnünk kell. Nem, ez nem hiba. Ez így van. Na. Jó napot a hölgynek! Grestin. Kolecsiából jött a hölgy, West Grestinből. Kolecsia vez Grestin. Az is rendben van. Oké. Igazából én nem engednék be kolecsiaiakat. Pont a terrortámadás véget. Jó napot a bácsinak.
Fura volt a bácsi, na mindegy, azzal is növelte. 8, ha még 8-at át tudnék engedni, mert még van egy fordulatnyi időm. Napi egy, az kell vajon neki? Kell, mindenkinek kell, nem kell. Úgy tűnik, nem kell. Nő, Overach, Astrocka, Overach, Vonor. Astrocka, Orvet, Vonor. Jó. Köszönöm, hogy itt tetszett lenni. Oké, akkor ez a napi egy csak az ilyen uraknak, egyiknek de lejárt a paszportja. Nem engedhetem át. Akinek nincsenek meg az iratai, vagy helytelenek a belenyomtatott bötük, számok és személyek, de maga szerintem nő, nem férfi. Tereza, ugye? Így nem engedjük át. Az ilyen transvestitákat nem engedhetjük át. Jó napot, hölgyem. Julia. United Federation. Great Rapid. Az is rendben. Útlevele, oké. Okay. Köszönöm, hogy itt volt. Vigyázzon magára, következőt kérném szépen. Jó napot az úrnak. Kérdezhetek öntől egy jegyet? Van E. Itt is van. És tényleg, Kolecsia, Jurko City, Jurko City, Jurko City. Na, átengedjük a bácsit. Jó napot a hölgynek. Jó, szóval 2011-25, az is jó. United. Igen. Korista City. Korista City. Jó, én ebbe se. Ő lehet a képem. Szerintem ő az, de azért megkérdezzük. Jó. Gyerünk. Még egy belefér. 15 is jó. De 16 lenne a legjobb. Gyorsan, hölgyem. Sietni kéne, sietni kéne. United, Korista City. Szerintem ő az a képem. Gyorsan, gyorsan, shit, shit, shit. Gyorsan behívjuk a következő emberkét. Tedd le a papírt, tedd le a papírt! Oké, okay, és Astrocka, miért Paradiz? Na, Astrocka, Michael. Az is jó. És köszönöm szépen. Ezzel véget is ért harmadik munkanapunk, és én megköszönöm a figyelmet. A következő 3 nappal fogok jönni. Sziasztok!